a Festetics kastély látogatók elől elzárt részeiben, a pincerejtett zugaiba, az angolaknába és a padlásra is beleshetnek mindazok, akik regisztráltak a Pincétől a padlásig című programra. A túrán a látogatók számos érdekességet hallhattak a kastély építésének történetéről és a maraktárként használt termek egykori rendeltetéséről is. Ha a vendég, illetve a látogató a kastélyhoz érkezik, igazándiból a kastély több mint 100 helységéből tulajdonképpen csak az egyharmadát tudja megnézni. És hát ugye joggal fölmerül a kérdés, vajon még azon az épület részben mi lehet, vajon azon ablak mögött mi lehet, és hát pontosan ezekben a terekben gondoltunk ezzel a programmal némi nemű betekintést adni a közönségnek, hogy ismerhessék egy kicsit szélesebb körben is a kastélyt, mik azok a háttérraktárok, mik azok a háttérlépcsőházak, amiket ugye valóban a normál látogatási keret között nem látogatható. A program regisztrációt követően látogatható, a helyek azonban a meghirdetés után már rövid idővel elfogytak. A nagy érdeklődésre való tekintettel a kastély munkatársai a múzeumok őszi fesztiválja alkalmából is szerveznek épületvezetést a Festetics kastélyban. Az oldalára fektetve zsugorítva temették el az elhunytat, és ilyen edényeket tettek mellé. A Balatoni Múzeum a vaskorba kalauzolja a látogatókat. Szombaton délután 3 órakor az intézmény igazgatója Havasi Bálint a Göcsei Múzeum régészével Eke Istvánnal közösen számol be a legújabb ásatási eredményekről, a látogatók pedig a feltárt leleteket is szemügyre vehetik. 16 órakor azzal a megyei páros korostolok életébe és a városi ásatás eredményeibe nyerhetnek betekintést az érdeklődők. Mindezek mellett délelőtt egy régészeti és geotúra is várja a vendégeket. Szombaton 9 és 14 óra között Zalaszántó mellett a Tátika alatt egy vaskori túrán vehetnek részt az érdeklődők. 9 órától fogunk a Tátika presszó előtt sórakozni, és onnan indulunk erre az izgalmas túrára, melynek keretében megtekintjük a vaskori halomsírokat, és fölmegyünk a vaskori földvárba is. Ezt a túrát nem egyedül vezetem, hanem Szentes Szilárd geotúra vezetővel, így az érdeklődők a természeti örökségbe is betekintést kapnak a kulturális örökség mellett. A Tátika túra 1000 forintos részvételi díj mellett látogatható, a kulturális örökség napjainak más keszthelyi programjai azonban ingyenesek.